Szabóné Szabados Katalin vagyok, a trafikárosultak mozgalmának képviselője. Egy éve még 800 trafik működött az országban, jelenleg 5%-uk rendelkezik koncesszióval. Feltételezhető, hogy a maradék 95% jó része a Fidesz holdudvarát gazdagítja. A pályázat lezárása előtt és után a feltételeket módosították, melyről a benfenteseket előre értesítették. A pályázat elbírálása átláthatatlan volt, ezirányú petíciónkat elutasították. A rendelet előnyben részesíti a mozgássérülteket, ezt is figyelmen kívül hagyták. Végeredmény minimum 40 ezer tönkretett család, dohánygyári elbocsátások, 41 milliárd forint adókiesés egy év alatt, a fekete piac felélénkülése. Ezt nem hagyhatom annyiban, ez itt az én hazám. Talpra magyar. Most választható. Április 6-án szavazzon a demokráciára. Szavazzon a kormányváltó összefogás jelöltjeire. Találkozzunk március 15-én délután 3 órakor a Szabad Sajtó útján.